legfontosabb a jó kedv, utána majd jön minden magától. Igen, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettek a házi készítési dolgokra, a szalonna, kolbász, különböző füstölt húsok. Ez ugyanúgy megmaradt hagyományban, és szerintem igen, ez egy elmaradhatatlan része az ünnepi ebédnek, és nem csak az ünnepi lakomáknak. Igen, a hagyományos recept szerint készítettük. Ahogy őseink szokták, a édesanyámtól tanulta. Fokhagyma, sópors, paprika egy kevés, ennyi. Egyszerre nem szoktam én fűszerezni. Ízlés szerint. Egy keveset teszek előre, összedagasztom, és majd ízlés szerint, ahogy követeli az anyag. Hát élen, hogyha nagy a tél, akkor kiszárítjuk. Előre füstre, és akkor fel a padlásra. A jó kolbásznak a titka jó alapanyag. Jó alapanyag az a házi disznónál kezdődik. Ugye a szalonna és a lapockás, vagy az apró húsrész, ami azt jelenti, hogy egy kicsit zsírosabb legyen, mert az később szárad meg, és porhanyosabb. Az arányok azokat olyan 60-40%-ba számoljuk, ami azt jelenti, hogy 60% a hús, 40% a szalonna. A sót az ízlés szerint, de az megvan egy ilyen standard, ami azt lehet mondani, hogy 1,8 gram per kiló, és az aztán majd mindenki saját ízlése szerint csinál. És amikor kolbászunk, az cukor nélküli? Mivel, hogy mi cukorbetegek vagyunk, ezért cukor nélküli kolbászt csinálunk. Mert mi mindig gyerekekkel jöttünk, de most már kinőttek a kezünk közül, és így apukákkal meg barátokkal jövünk. A szegedföldi házi kolbász attól maga a levegő, ugye már tudjuk, hogy a havasok levegője, meg stb. A füstöléstől, és sok szeretettől. És szívvel lélekkel van csinálva. Ez egy ilyen családi recept, ami apáról, fiúról, szar, én vagyok a negyedik generáció mészáros ebben a családban, és ezt így úgymond ükapamtad örököltem ezt a receptet. A szeretet és a szív. Valószínű, hogyha a csapat a szívét beleteszi, akkor az már igazi eredeti. Mindenki hozzátette a magáét nagyjából, próbálunk valami újat hozni, hogy ne legyen egy szokásos, úgyhogy beleloptunk egy kis szarvasgombát és medvegombát is. Szívapálink a legelőre megtöltjük a szívapálink, azután akkor neki fogunk, mint mészárosok, oda az házilag. Megőrölődik fűszerekkel, összekeverve, megtöltödik, semmire nem az egész.